A 2024. január 1-től hatályba lépett, adózókat leginkább érintő változásokról számolt be Mózsik Szilvia, a Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának szakértője. 2023. december 1-jével emelkedett a munkabérek összege, amely a minimálbér esetében bruttó 266.800 forintot, a bérminimumnál pedig bruttó 326.000 forintot jelent. De érdemes megemlíteni, mert ez mindig számos más változást is maga után von. Például a minimálbér emelkedése miatt nőtt a fogyatékosság, a súlyos fogyatékosság, illetve a betegségek után járó adóalap kedvezménynek a mértéke. Ez 2024-ben havonta 88.900 forint, ez adóban 13.335 forintot jelent havonta. A 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezménye esetében is az érvényesítési felső határ emelkedett, 576.601 forint lett, tehát eddig az összegig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez akár 86.490 forint adó megtakarítást is jelentett a fiatal részére havonta. Emelkedett az egészségügyi szolgáltatás mértéke, ami 11.300 forintra nőtt, és az illetékekben is történtek változások. A családi otthon teremtési kedvezménnyel megszerzett lakóingatlanoknál már meglévő vízterhes vagyonátruházási illeték aluli mentességet kiterjesztették a kistelepülési csokra is, valamint a csok plusz kölcsönnel megszerzett lakóingatlanok esetében a forgalmi értéknek a 80 millió forintot meg nem haladó részére. Pontos változás január 1-től, hogy a bírósági eljárási illetéket már nem lehet illetékbélyeggel megfizetni, hanem akik elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, ők készpénzátutalási megbízással úgynevezett sárga csekken is befizethetik. A gépjárműadózásban is módosításokra számíthatnak a tulajdonosok. 2024-ben nem két részletben kell befizetni, hanem egy összegben, mégpedig április 15-éig. Na most, hogyha a természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is valami miatt nem tudja egy összegben befizetni, akkor lehetősége van évente egy alkalommal legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérni az adóhivataltól. Ennek a kérelemnek a benyújtási határideje június 30-a, és ez fontos határidő, mert jogvesztő, tehát ez azt jelenti, hogy erre vonatkozóan adott évben már nem lehet ilyen irányú kérelmet benyújtani, vagy hát be lehet, csak ugye az adóhivatal akkor már nem fogadhatja el. A személyi és első házassági kedvezményekhez tartozó adónyilatkozatok benyújtásának szabályairól is beszámolt a szakértő. Az első házasok kedvezményére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatokat úgy is be lehet már adni, hogy az adózó kérje a kifizetőtől, hogy ezt folyamatosan vegye figyelembe mindaddig, amíg nem kéri a nyilatkozat mellőzését, vagy pedig nem ad be új nyilatkozatot. Na most itt fontos körültekintőnek lenni ez esetben, mert hogyha valami miatt az adott kedvezményre vonatkozó érvényesség, illetve jogosultság érvényét veszti, akkor ezt magunknak kell jeleznünk a munkáltató kifizető felé, mert előfordulhat, hogyha ezt nem tesszük meg időben, akkor akár egy nagyobb összegű hátralék is felhalmozódhat. A személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos aktuális információk elérhetők a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján.